Sziasztok! Szia Viktor! Lenne kettő új javaslatom, amiket olvasgattam erre arra, az oldaladon megnyitott. A másik kettőn kívül, amit már ugye elmondtam, a köztéri maszk használat, mert hogy ugye itt Pestre már elég sokan nem használják az utcákon. Boltokban, meg a metron, villamoson, buszokon, azokon oké, szóval nem azzal van a bajuk, hanem hogy az utcán ne kelljen. A másik a 8 órási kijárási tilalom, hogy azt oldjátok föl, légy szíves, mert hogy szerintük, hát így ebben a formában nem sokat érez, azt írták többen. Akkor ugye ez volt az előző kettő, akkor a mostani kettő. Az egyik az az, hogy hát sokan nem értik, többek között én sem, hogy miért az idősekkel kell kezdeni ezt az oltást. Mert hogy ugye, hát az idősek, ugye, bocsánat, de már nem hasznos tagjai a társadalomnak, úgymond a gazdaság szempontjából, és hogy ugye, hogy a dolgozókat kellene sokak szerint, mert hát ugye, hogyha vele gondol valaki, akkor eleve ugye a dolgozókkal kellett volna mindenhol kezdeni, nem csak Magyarországra vonatkozik, mert tudom, hogy külföldön is ezt csinálja, csak én sem értem, hogy ebben mi a logika, mert hogy akkor ugye is tönkre megy az ország, hogyha ugye az időseket oltják, mert hogy ugye minél tovább húzzák ezt, ugye, és a dolgozók meg a fiatalabbak maradnak későbbre, akkor ugye, hát annyival ugye mindig mélyebbre megy az ország. És ugye, hát pont velük kell volna kezdeni, akik ugye dolgoznak, mert az idősek kiválják majd a sorukat, mondták többen, hogy hát azokkal kellene volna ugye kezdeni, akik viszik a gazdaságot, meg ugye termelés, ugye, hát ez lett volna az egyik, a másik, meg ugye az, hogy hát külföldi oldalakon, amiket nézegettem, azon írták, hogy hát az idősekre már nem úgy hat az oltás, úgyhogy hát igen. Na, akkor a második javaslat az az volt, hogy a csoportokban, meg erre arra, meg láttam a te oldaladon is páran írták, hogy az asztmásokat miért hagyták ki a kivételek közül az operatív törzs, mert hogy ugye a gyerekeknél, persze tudom az más, csak hogy a gyerekeknél ugye erre a légzőszervi dologra hivatkoznak állandóan az operatív törzsben, és hogy ugye az asztmások is ugye hát pont ugye az a probléma, hogy ugye fulladnak. És amikor fönn van ez a maszk, akkor ugye még jobban, ilyen lépcsőzés, meg ilyen helyeken, szóval, hogy akkor őket is tegyék be a kivételek közé, hogy ne kelljen hordani a maszkot. És hogy mondjuk papírral, ugye orvosi papírral mondjuk legyen náluk, és akkor, hogy azzal tudják igazolni, hogy tényleg asztmások, hogy azért nincs rajtuk. Na, köszönöm, hogyha tudsz valamit intézni ezügyben is, mert egyébként nagyon sok mindenben úgy látom, hogy segít lesz. Úgyhogy meg, hogy így megfogadtad a javaslatokat, amiket előzőekben is mondtam, úgyhogy tök rendes vagy. Köszönöm szépen, szia!